Na, hellosztok srácok, most a Resident Evil 4. részét fogjuk végigjátszani, és hát ugye én ezt már beígértem egy évvel ezelőtt, de mielőtt végigjátszottam volna, ugye a Capcom készítette, vagyis hát állt az egész háta mögött 2005-ös játék. Na szóval én ugye végig akartam én az 1-et, 2-t és a 3-at is, mielőtt ebbe belevágunk, és hát eltelt egy év, na mindegy. Na, látjátok, 2005-ös, a Resident 3 az ugye 99-es játék volt, minden maxon van. A kontrollerrel kapcsolatban azt akarom mondani, hogy mikor elkezdtem játszani ezt a játékot, fogalmam sem volt, hogy hogyan kell lőni a billentyűzeten, és mindenki mondta, hogy ez sajnos kontroller szükséges. Igen ám, csak hogy az én kontrollerem az ugye befingott, és mondtam a kettőnek, hogy jól lenne venni egyet ugye Sydney-be, csak hát az volt a probléma, hogy én ott akarok lenni a vásárláskor, és így nem került sor kontroller beruházásra. Viszont rájöttem, hogy hogyan lehet a billentyűzeten is játszani, ugyanakkor nem lesz olyan tökéletes játék van a billentyűzeten, mint a kontrollen, de most amíg nem szerzek kontrollert, addig ez így lesz megoldva. Na, nem rendetlenkedünk. Na! Hát akkor vágjunk is bele itt a dolgokba. A történetet majd később elmagyarázom. Igen, hát gyakorlatilag ennyi. Kíváncsi vagyok, hogy a grafika ugye mennyit változott a 99 óta. De szerintem sokat. Na akkor normál vagy easy? Hát nyomjunk egyet ugye normálon, azért legyen azért izgalmas a dolog. Na, és akkor nézzük, hogy miről is van szó. Ajajaj, visszamegy. Soha ne felejtem el. Na, Arklay-Mountainban a gyilkosságok, amikor történtek. Igen, Umbrella miatt voltak ugye ezek a balesetek. Raccoon City-be is elterjedt, ugye, vírus. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. Ugye az államok lerombolta a várost. The United States government issued an indefinite suspension of business to create one umbrella. Soon its stock prices crashed. Igen, a stock árak leestek, és az umbrella ugye szétesett. Hát tönkre ment gyakorlatilag az Umbrella cég, és akkor innentől kezdődik a Resident Evil 4. Már 6 év, ugye? Hát 99-es játék volt ugye a 3, és azóta 6 éve eltelt. Már csak 12 évvel ezelőtti játékról beszélünk itt. Kicsit följebb veszem a hangot. Elég jó a grafika. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. Quite. All by yourself. Igen, szóval, aha. Az elnöknek a lányát kell, hogy itt megtaláljuk. Jó, I'm counting on you guys. Na hát mi meglátjuk, hogy itt mi lesz. Én most így még az elejére emlékszek. Ez a kettő már le fog bújni a lépőszön. Annyira jól lehet majd rájuk számítani. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted.
That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. Europe. Intelligence. There's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Mm-hmm. Apparently she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Igen, szóval hát meg kell menteni a kislányt. It's freezing. Valakik fogva tartják állítólag. De miféle rendőrség ez? Must be my imagination. Sorry, it took so long. Még nem annyira tökéletes 3D-s grafika, de... de sokkal jobb, mint a 3-ban, ami volt, ugye? Itt a karakterek kicsit nagyobbak, már úgy értve, hogy a képernyő nagyobbaknak jobban rájuk van zoomolva. Na, nézzük. Az én itt iszok egy kis vizet, megszomjaztam. Célzással lesznek egy kisebb problémáim, mivel egeret nem tudok használni, csak billentyűzetet. Ott van fönt a falu. I'll go and have a look around. Jó, megyek körbe nézni. Stay and watch that car. It... Don't want to get any parking tickets. Right, parking tickets. Good luck. Jobb, ha itt maradunk, őrködni nem akarunk. Ilyen parkolók. Where are these guys? Kártyát kapni. Mondtál valamit? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Hunnigan vagyok, remélem hallasz. Én fogok. Somehow I thought you'd be a little older. Supportálni. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. Okay, Ashley. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Yeah. Talk to you later. Leon out. Szóval akkor Leonnal vagyunk. És ilyen szarkasz típusomat, hogy mondjam, hát megjegyezte, hogy rossz embert raboltak el, hát gondolom azért, mert ugye a Leont küldték utána. Na, akkor nézzük is, hogy miről is van itt szó. Itt azt hiszem, hogy várjatok. Ja igen, na. Igen. A shift-tel kell célozni, amit én eddig nem tudtam, mert olyan hülyén vannak itt a billentyűzetbeosztás, és azt hiszem nem is lehet megcserélni. És ugye be, és így kell szélozni. Hát ez eléggé durva lesz, mert én az egér célzáshoz lettem hozzászokva. Jajjaj! Azt hiszem nekem ez van egy patch, amin az egérrel lehet szélozni, de majd azt arra majd kíváncsi leszek, hogy sikerül-e. Ugyanakkor megvan az összes szélelésem még az előző játékból, úgyhogy bármi gáz lesz, akkor azt be tudom vetni. Mi a véleményem? Hát szerintem azért élesebb a grafika az intróhoz képest. Hogyha jól emlékszem, akkor a varjakat, ahogyha lelövöd, akkor azokból is lehet extra lőszereket, igen, látjátok? Extra lőszereket és egyebeket felszedni. Szóval itt aztán mindenre oda kell figyelni. Hármas ték. Azt hiszem, itt az Enter-t kell megnyomni. Húha, 200... nem tudom én micsodát vettem föl. Ennek a következő videó készítéskörnek azért utána nézek. Na, húha. És itt, ha jól emlékszem, akkor nem zombik vannak, hanem ilyen paralizált emberek, akik így befolyásolva vannak. És annyira nem félelmetes, mint a többi Resident Evil kategória, pedig, vagyis játék. Aha. Közben itt a háttérben fognak ugatni a kutyák, ez nincs a játékban, ezek a mi kutyáink fognak itt ugatni. Na. Excuse me. Sorry. Elnézést, uram. Na, már nem jól kezdődik. Vagy süket az öreg, vagy valami van. Uha, na. Ajjaj.
I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered. Kíváncsi voltam, hogy... hogy felismeri el azt a rajtaképen. Húha, ilyen baltákkal nyomom már. Jó, jó, jó. Jó, akkor freeze. Na, akkor nyomuljunk. Gyere, gyere. Freeze!